Sziasztok! Hello! Azért jelentkezünk most, hogy megbeszéljük, milyen volt a nyár. Ez itt a Felütés Zenei Podcast, nyári összefoglalója, ezúttal a videós formában is. Mellettem György Imre. Jacsó Miklós. Baromi jó új ingben. Egy régi fekete pólójában. Rendkívül fontos információk. Na hát igazából azért csináljuk ezt, mert nagyon régóta nem jelentkeztünk. Tavaly, ha jól emlékszem, meg tavaly előtt azért folyamatosan ilyen periódusokban, mit tudom, havonta kb. Elmondtuk, hogy éppen hol jártunk, stb. Most ezt maximum az Instagram storyline-unkban tudtátok követni, éppen amikor valamelyikön kirakott valami tartalmat, hogy éppen hol jár, melyik fesztiválon vagy koncerten. Gondoltuk, hogy adunk némi ilyen impressziót arról, hogy kinek mi volt a benyomása a nyárral kapcsolatban és a nyári koncertekkel. Ja, szerintem ez nem ilyen vagizás akar lenni, hogy mennyi helyen voltunk, hanem inkább azt, hogy, hanem inkább egyfelől ilyen bizonyíték, hogy miért nem csináltunk podcastot, másfelől meg nem, hanem szerintem tényleg inkább az élményeken túl az a jellegű benyomás is, hogy mondjuk, hogy megnézve mondjuk 5 fesztivált, milyen különbségeket láttunk, vagy hol mit éreztünk erősnek, vagy gyengébbnek, és hát most amikor ezt fölvesszük, ezt az adást, akkor még azért kicsit kevesebb jel mutat arra, hogy vége a nyárnak. Izzadunk, mint az állat, és ki kellett kapcsolni most a légkondit, úgyhogy ha szép fényes cseppeket látok a homlokunkon, akkor az azért van, mert kurva meleg van itt. De mégiscsak idefelé sétálva azért megállapítottam, hogy bizony hull az elsárgult levél. Már úgy megkezdődött. Lassan jön az ősz, úgyhogy jönnek a jó podcastjaink is. Legalábbis már beszélgettünk egy-két dologról, hogy mivel kéne folytatni. Ezeket még nem mondtam, de szeretném, hogy legyen benne metál is. Nem, csak hogy biztos, hogy ez lesz, vagy lesz ilyen kritika ezzel kapcsolatban, nem mintha annyira zavarna, hogy hát a nyárban is egészen kevés lesz a metál. Legalábbis azokból az élményekből, amikből beszámolunk. Ez így alakult. Ez tény. Én nem is tudom, hogy úgy effektív olyan metal koncerten a nyáron jártam el. Most így próbálom átfuttatni az agyamon. Hát hol kezdjük? Szerintem onnan indítunk, ugye volt egy ilyen koncertajánlónk még a nyárra. Igen. És azoknak nagy részére bizony el is mentünk, de ez inkább ugye a nyár első fele volt, és utána meg én amíg fesztiválozás volt, addig ilyen önálló bulikra szinte el se jutottam. Hát én sem nagyon. Tehát, hogy meg lehet, hogy nem is annyira voltak már, mint hogy így, nyilván mindig vannak koncertek, csak hogy azért ilyenkor egy csomó zenekar, tudod, ilyen fesztivál turnékat tart, és úgy járja körbe itt az öreg kontinenst. Hát ezekből most nagy rész kimaradtunk szerintem. Igen? Tehát, nagy aréna koncerteket én nem néztem meg, igazából nagyobb klubbulikat se, tehát egyszerűen annyit voltam elutazva, hogy ezt nem tudtuk kivitelezni. Uh-huh. Mondjuk nem érzem azt, hogy most nem tudom, a világ szegényebb azzal, hogy én most nem számolok be a nem tudom Ed Sheeran koncertről, amiről beszámolt mindenki, meg amúgy is csak lehúznám, és na úgy érzem, hogy a... Na bármi, ott voltál? Nem. Csak miért húznád le? Azért, mert nem tetszett volna. nem, mérhetetlenül kiégek például Ed Sheeran. Na szóval, hogy ezekről a giga koncertekről mindenki elmondta mindent, és én úgy gondolom, hogyha mondjuk van értelme ennek a podcastnek, akkor talán az, hogy voltunk mondjuk olyan helyeken is, ahol esetleg kevesebben, vagy esetleg véleményes az, amit ott tapasztaltam, vagy pedig esetleg tudunk érdekességeket, vagy ajánlókat mondani, hogy hova érdemes menni, vagy hova nem. Ja. Na, hát akkor csapjunk bele. Mi volt a... Nem jegyzeteltem így most, mint múltkor, hogy akkor jaj, menjünk végig, hogy akkor... Nagyjából nekem sorban van, azt hiszem így. Na, akkor kezd el. Hát akkor azzal tudom kezdeni, hogy a már említett ilyen koncertajánlós díjunkból végül is arra emlékszem, hogy elmentem a Tom Morello-nak a budapesti kisklub koncertjére, ami egyébként egy tök jó élmény volt, akkor még lehet, hogy fel se fogtam, hogy ez mennyire jó élmény volt, mert volt egy ilyen előzetes prekoncepcióm az egésszel, hogy ez egy hackni lesz. Végül is lehet rámondani, mert hogy abból a, tehát hogyha azt nézzük, hogy
Tom Morello jön, és akkor ki mit vár tőle, és nyilván abból ő mit teljesít, akkor természetesen azért kell, hogy legyen egy hackney jellege, hogyha ő most elkezd Rage Against the Machine meg Audioslave-et játszani, úgyhogy semmilyen más csapattag ugye nincsen jelen, már mint hogy az ominózus eredeti zenészek közül. Ettől függetlenül egy tök jó klubkoncertet adott, ahol én azt vettem észre, hogy az emberek így tényleg ilyen ünnepnek tekintették azt, hogy láthatják ezt a csávót. Nem voltunk sokan, ugye át is lett rakva, még először, először még mi is a parkba hirdettük, és utána átrakták az akvába. Egyébként két vicces sztori kapcsolódik ehhez a Tom Morello koncerthez, illetve az utána lévő mulatozáshoz az éjszakába. Az egyik az, hogy így összeverődtünk egy társasággal, felütéshallgatók, mit tudom én, és tudod, hogy jó, kibeszéltük a koncertet, de ilyen órákon keresztül körülbelül, de hogy így az Aqua teraszán üldögélő Ugly Kid Joe énekesbe belefutottunk, tök jó fej volt egyébként, így lehetett vele dumázni, meg nem tudom, így ott ragadt már napok óta, volt egy buliuk Pesten, és így itt maradt hesszelni, meg így... Készült egy fénykép is, jól érezni magát. Mindjárt megmutatjuk. Hát persze, de így tényleg tök jó fel volt. A másik vicces sztori, amit eredetileg így nem terveztem elmondani, de most, hogy így eszembe jutott, nagyon mókás. Így áldogáltunk kint, aztán most kivágod ezt, hogyha nagyon nem kötődik a műsorhoz, de szerintem egyébként poém. Áldogálunk kint, és akkor valahogy így odajött egy srác, nem is tudom, talán így cigit leimolni, vagy valami ilyesmi volt. Ja, egyébként először odajött egy felütés hallgató, így rám is verve, rám köszönt, hogy te vagy a 2-4-ből az egyik. Na mindegy, aztán odajön ez a srác így cigit torálni, de egy ilyen fiatal gyerek, és akkor így... Magyar Péter volt, nem? Mondjad. Igen, eldobta a telefonát. És valaki a társaságban megkínálta, és így beszélgetésbe elegyedett vele, és akkor így dumálgattunk, és mondta, hogy ő most jött a Fishing on Orfűről, ott most te se voltál idén. Nem. Ő játszik egy zenekarba, ott koncertet adtak, most feljött, jövő héten is megy játszani, ő a Kisbetűs Ünnepnapok nevű fiatal alter zenekarnak a gitárosa. Aztán így egyre több fasságot is beszélt, meg így azért így kerültek felszínre ilyen fura dolgok a nézeteit illetően, de aztán így eltelt. De úgy emlékszem, hogy másnap vagy valamikor egyébként rákerestem erre a zenekarra, hogy jó, hát így a nevüket láttam már ilyen fesztiválok alsó sorába, és hát tök jó, biztos rendben van, vagy nem tudom, milyen alterzene. Én nézegettem, hogy hát nem tudom, nekem nem is ismerős annyira a gyerek, de ezt így tovább tettem ezt a témát, és utána így eltelt egy hét vagy két hét, és így belefutottam egy ilyen Instagram posztba, ahol ez a zenekar közzéteszi, hogy van egy ilyen srác, aki így azzal házal itt-ott, hogy a gitárosuk. De nem. De közben nem. Ez mennyire van ő már? Hát, de nem tudom. Szörnyű nyilván. Vagy inkább mennyire pszichó. Nagyon pszichó, igen, nagyon-nagyon ijesztő. De hogy így bejutott fesztiválokra, backstage-ekbe, így letette a cuccait ide-oda, felvett passzokat. Hú, bazja, hogy ennyire komolyan. Tehát, hogy ennyire komolyan. Ja, azt hittem, hogy csak a kocsmapultnál próbál így lányokat felszedni. Igen. Akik nem tudják, hogy mi ez a kis Igen, ezen sokat gondolkoztam, hogy mondjuk miért nem egy karszonkómát próbál így eladni, és ezért rájöttem, hogy mindenki vágja. Hogy azt már úgy, igen, tehát, hogy valahogy ez egy okos pszichopata, azért mégiscsak arra a következtetésre jutottam, hogy legalábbis egy átgondolt. Aha. Tudod, ez olyan, mint a Kubrick menetet, láttad? Igen. Ugye Stanley Kubrick volt az a rendező, akit igazából senki nem ismert a maga korában arcról. Tehát ő így valaki, John Malkovich játszik egyébként a főszerepben, nyilvánvalóan a magyar fordítás az ugye lenyúlt a John Malkovich menetnek a címét, de hogy nyilvánvalóan itt egy pszichopata vagy egy csaló gyakorlatilag Stanley Kubricknak adja ki magát mindenhol. Hát akkor most már van ilyen kisbetűs ünnepnapok menet?
Lehet. Innen is gratulálunk a zenekarnak. Nem tudom, hogy a Tom Morello-ra is bejutott ezzel a dumával. Nem tudom, hogy ez bárkit érdekel. Na mindegy, hát egy érdekes történet volt. Mert hogy aztán eltelt pár nap, és ugye már nagyon készültünk arra, hogy megyünk Ostravába, a Colors of Ostrava Fesztiválra ugye együtt, és pont így a Tom Morello koncert után pár nappal bejelentették, hogy ugye a Queens of the Stone Age, mint egyik fő fellépő, ugye lemondta a teljes nyári európai turnéját, ugye Josh Homme-nek valószínűsíthetően ugye újra meg kell küzdenie a betegségével, és ugye támadt egy ilyen nagy gap az egyik, talán a nyitó napon. A nyitó napon. És ugye berakták a Tom Morello-t a helyére, aminek ekkor azt éreztem, hogy basszus, most tényleg elmentem, és most elmegyek még egyszer, és elő fogja ugyanazt adni, és ez egy nagyon kellemes meglepetés volt egyébként, hogy egy tök más show-t nyomott. Az Aquában egy csomó ilyen folk szám volt, de egymást nem, hogy ötöt eljátszott körülbelül az ilyen Night Watchmen lemezekről, sokkal több ilyen éneklős dala volt. Én meg úgy vettem észre, hogy ezekben az ilyen riff medlik, amikor öt Rage Against the Machine riff egymás után, ezekből is, mintha másokat játszott volna el például az Ostravain, de szerintem akkor itt így folyunk is bele az Ostravába, mert ez az egy nyárnak az egyik ilyen legfontosabb. Hát ugye itt csatlakozom bele én is a történetbe, mert hogy én nem voltam a budapesti klubulén Tom Morello koncertet nézni, ellenben Ostravába ugye kijutottam. Nem igazán örültem Tom Morellónak, hiszen mindannyian a Queens of the Stone Age-re vágytunk, de hát amint megérkeztünk erre a fesztiválra, ő volt az első, aki fogadott minket, mármint hogy nem személyesen ő minket, ennyit azért nem várhatunk el a szervezőktől, hogy maga Tom Morello várja a felütést, hanem az ő koncertjével botlottunk, most is tudom, milyen szarból én mondtam mindig. És hát te, mert még késtetek, de én már ott voltam a Goldborderon, meg a Gary Clark Junioron is. Oké, ezt összekevertem. Két autóval jöttünk, mi belekeveredtünk egy elég durva viharba, de mindegy, nagyon szép az út oda. És hogy csak nem kelt fel időben. Az is igen, tehát sokat alszunk. Ezért is nem mentünk együtt. Na mindegy, tehát hogy az volt az érdekes, hogy alapvetően igen, tehát olyan szkeptikus voltam ezzel a koncerttel kapcsolatban, de tehát egyrészt az, hogy jól éreztem magam, meg profi volt a produkció, az egy dolog, de amúgy egyébként hát ugye azon, hogy a Rage Against the Machine-t azt nem csak azért tiszteljük, mert Rage Against the Machine, és mert mindannyian ismerjük azokat a rock himnuszokat, hanem azért magát, mint Tom Morellót egy ilyen nagy innovátorának, meg egy gondolják úgy általában a gitározásnak, ezt a véleményt én is osztom, tehát egy okos gitáros alapvetően, és szerintem, bár nyilvánvalóan mindenki igazából egy Rage Against the Machine koncertre vágyna, hogy ott tombolhasson, vagy hogy ott nézhesse meg az öreg Tomot, de valójában amúgy, aki meg akarja fejteni ezt a palit, meg aki mondjuk esetleg hangszeres zenész, és kíváncsi ugye a valódi stílusára, meg az ilyen gitározási módszereire, meg trükkjeire a palinak, az igazából sokkal jobban járt ez a koncert. Mm-hmm. Tehát rengeteget szólózik, ugye nem a bevett Rage Against the Machine szólókat csak, hanem szerintem amúgy improvizál is, nem tudom, ezt lehet, hogy te jobban tudod, de nagyon sok szólt, nagyon sokat gitározott, nagyon érdekesen gitározott, ezeket a szokásos ilyen bevett, általa kitalált trükköket, ezeket mind-mind így felsorakoztatta, és ez tök jó volt végignézni. Tehát hogy csinálja, hogy gondolkodik. Szóval így gitározás szempontjából amúgy ez izgalmasabb volt. Volt ilyen egészen hosszú rész, amikor tényleg így felsorakoztatta az összes trükkét, hogy most a hogy használom a Vemit, hogy használom a pick-up osztókat, akkor mit tudom én, amikor kihúzza a kábelt a gitárból és a tenyerén játszik. Tehát hogy egy csomó ilyen az évtizedek alatt látott, hallott kis fikciét tényleg most így prezentálta a közönségnek. És emellett én azt láttam a színpadon, hogy jól érzik magukat, és hogy volt így a zenészekkel egy ilyen folyamatos kommunikáció, mint hogy egy csomószor ott megbeszélték volna, hogy mi legyen a következő szám. Tehát nekem úgy tűnt, hogy,
Azt hiszem, hogy ezt ott mondta is, hogy ugye azzal, hogy most berakták egy fő headlinernek a pozíciójába, igazából lehet, hogy ez volt a legnagyobb közönség, ami előtt játszott ezen a turnén. Igen. És szerintem ez neki is nagyon tetszett, és benne volt az, hogy akkor most ezeket az embereket tényleg szórakoztatni kell, és szerintem ezt tök okosan csinálták. Ugye van egy gitáros énekes a zenekarban, aki szerintem tök jól lehozta az Audioslave számokat, mit tudom én, előadták a Måneskinnek a közös számot, a Gossipet. Igen. Akkor mit tudom én, volt, az mindkét koncertnek egyébként az egyik szerintem csúcspontja volt a Bruce Springsteen féle Ghost of Tom Joad-nak a Tom Morello-sítása, amit ugye a Rage is játszott, nem, ez meg egy harmadik verzió, de én ezt eleve nagyon-nagyon szeretem ezt a verziót, és az Aqua koncertnek egyértelműen az volt a csúcspontja. Talán itt a fesztiválon, itt lehet, hogy egy kicsit így az ilyen Rage örjöngések jobban... Azok nagyon mentek. Jobban kijöttek. Na most igazából szerintem azon az első napon nem nagyon kaptuk meg azt, hogy mi ez a fesztivál. Nem, azért talán érdemes ezt egy kicsit kifejteni, mert itt nagyban belevágtunk, hogy Ostrava szerintem, annak előre, hogy egyébként egészen közel van, 6 óra alatt tök könnyen odajutsz kocsival. Hát nem. Egészen messze van. De nem, hát most boldogként... Na, hogy van, tehát annak ellenére, hogy mennyire specifikus, meg mennyire egyedi a milliója, és pont ezt akartam, hogy egy kellemes autóutat, tehát oké, viharba keveredtünk a hegyeken, ilyen dolgok vannak, de aki nem félhető, alapvetően nem sűrű az autópálya, tehát a hegyek között kocsikázol, de nincsenek olyan igazán, mit tudom én, meredek részek, meg szerpentinek. Szóval egy nagyon szép út, nagyon szép, tele, amúgy tök jó éttermekkel, megálltunk két helyen is, nagyon jól éreztük magunkat, tehát hogy így, na, hangulatos volt már maga az út is oda. És tehát ez egyrészt Csehországnak a legnagyobb fesztiválja. Igen. És nagyjából ezt az industriál vonalat hozza, amit hát itthon most már az Inota teljesít 2 éve, de nálunk még viszonylagosan ez egy új dolog, ott 2002 óta csinálják ezt. Hát a belépsz és maga a látványvilág miatt szerintem már érdemes oda elutazni, még akkor is, hogyha egyetlen zenekar se érdekel. Igen, itt volt is egyébként ilyen komment, emlékszem, amikor talán megosztottunk róla a videót, hogy ilyesmi, hogy ez biztos szép, meg minden, de hogy nem jók a fellépők. Most nyilván nem tudom, honnan nézzük, hogy jók a fellépők. Én minden napra össze tudtam állítani egy kis program műsort. Hát ez egy pop fesztivál. Igen, ez főként egy pop-rock fesztivál. Igen, ez így a... De mindig van minden műfajból, tehát a Queens of the Stone Age-t semmiképp se gondolom, hogy 2023-ban, vagy 24-ben, bocsánat, gyenge lenne, de se a Sam Smith, se a... Hú, ki volt még nagy? Lenny Kravitz, igen. Tehát, hogy szerintem rendben volt. Igen, ilyen szempontból tényleg, hogyha lett volna a Queens of the Stone Age, akkor egy picit rokkosabb így a végeredmény, vagy ilyesmi, de hát most ezzel tényleg nem lehet sajnos mit csinálni, és szerintem így tök jól megmentették így is a helyzetet. De ami tényleg a nekem nagyon jó élményét tette, az tényleg a helyszín volt, meg az, hogy így, hogy azt hogyan használták fel. Tehát ez, én nem is voltam felkészülve arra, hogy ez ekkora lesz ez a monstre gyártelep, ipari negyed, amit átalakítottak fesztivál helyszínre, és hogy ez ennyire jól tud kinézni. Szóval egy picit így féltem attól, hogy nem lesz ott semmi, hogy azt fogod érezni, hogy nem tudom, oda nem lehet menni, mert az veszélyes, az ott el van barikádozva, ott amúgy is döbmeleg van, meg minden, és abszolút nem ezt éreztem, hanem hogy így mindent fel lehet térképezni, mindenhova be lehet menni, és minden jól néz ki, és minden, emlékszem, hogy még így a negyedik napon is sétáltunk valamerre, és így azon okoztunk, hogy basszus, itt még nem is voltunk, és így belefutunk valami, nem tudom, ilyen tök érdekes kiállításba, meg olyan színpadba, amit nem is láttam egész héten. Igen. És egyébként tök jól adagolja szerintem ez a fesztivál, hogy egyrészt ténylegesen minden műfaj van, másrészt kellően vannak friss előadók, és már, mit tudom én, bejáratott nevek. Tökre jók azok a színpadok, amik így az új ilyen cseh előadókat mutatják be.
És az, hogy tényleg azt kell elképzelni, hogy hát itt így, hát már nagyjából, hogy a 19. század eleje óta vannak vaskóhók, és konkrétan az egyik része a gyártárnak, az kajak ott áll 1820-as évek óta, és ez volt a legmérgezőbb hely, így, mit tudom én, a monarchiában, és utána kb. Csehszlovákia területén belül is, tehát állítólag ez egy olyan környék, ahol mindenhol füst volt, ahol a levegőt se tudtál venni, tehát iszonyú van... nyomasztó környék lehetett ez a fotók alapján, meg a videók alapján, így utána nézve, stb. Egyébként, mivel ezt bezárták így 20 éve, azért most már úgy, vagy már lassan 30, tehát így kezdi átvenni a természet újra az uralmat a környezetben, de nyilván megmaradtak a nyomai. És azt mondják, hogy mennyire élhető ez a fesztivál, hát mennyi 800-900 forint volt egy sör, átszámítva? Igen, ilyen 900-ra számoltunk át egy korsó sört. Ami persze így is logikusan mondjuk a bolti árnak a többszöröse, vagy ilyesmi, de tényleg az volt az érzés, hogy így nem akarnak lehúzni, meg az egész ilyen családbarát, tök sok kisgyermekes családot láttunk, idősebbeket is. Nekem egyébként én nem gondoltam volna, de az egyik csúcspont az a záró koncert volt. Infected Mushroom. Az Infected Mushroom. Te mondtad, hogy ez így biztos jó lesz, de nem voltam felkészülve. Egy utoljára, hogy emlékszem, hogy középiskolában hallgattam Infected Mushroomot, nem is emlékeztem, de már így a show-val is megvettek, és ami beszerelés volt, az, hogy mennyire jó zenészek. Tényleg, hogy ilyen akár komoly zenei képzettséggel persze rendelkező billentyűs, a gitáros. Én az egész, nem tudom, az egész fesztivál alatt, én nagyon régóta nem láttam ilyen gitározást, ennyire pontos, ennyire markáns, jó sounddal kiállni. Én konkrétan a koncertnek egy elég bő részét azzal töltöttem, hogy próbáltam bizonyítékot nyerni, hogy ez playback, de nem volt playback. Nem. Vagyis hát nyilván volt egy csomó backing track, meg rengeteg dolog szólt, meg minden, meg a táncosok, akik azért kukákat verték, az nyilván így hangzásilag kamu volt, meg ilyenek, de hogy mint show. Látványos volt nagyon. Nagyon látványos volt. Sajnos elég kevesen voltak, szerintem addigra egy kicsit így elfáradtak, illetve egyébként ez egy ilyen, hát nem tudom, nem akarunk általánosítani, de azért én így alapvetően azt vettem észre, hogy lehet, hogy igaz mondjuk ez ott így az ott élőkre, vagy csehekre, hogy így nem tűnt nekem úgy, hogy ilyen hajnalig tartó bulizásokba mennének át, hanem hát volt olyan nap, amikor mi zártuk a fesztivált, tehát már így nem akartam kiengedni a hátsó kiáraton, mert a kemping felé. Ez egy érdekes dolog volt, mert hogy a kemping az nagyjából egy ilyen fél óra sétára helyezkedett el a fesztiváltól, egy ilyen patak túloldalán és egy bicikli úton kellett rengeteget sétálni, és volt olyan, nem tudom, a napfelkeltébe sétáltunk vissza. Végig sátraztuk egyébként, amitől szintén féltem, mert mindig volt bennem egy ilyen, hogy hát lehet, hogy ez már öreg vagyok, én bírtam, te öreg vagy. Igen, de én akkor is öreg voltam hozzá, én mindig öreg voltam. Nem, tehát, na, hogy mondjam, van a szalonképes, van a szalonképes imi, meg a szalonképtelen punk, és az a baj, a kettő között nincs átmenet. Tehát, hogy... Vagy. Igen. És én oda már nem akarok jutni, mint amikor sátraztam. Tehát akkor az a baj, az egész személyiségem átalakul, ezt pedig nem engedhetem. Elkezdesz tarhálni. Jaj, a kamer volt tarhálni. Összeöntössz ilyen maradékokat. Előkapom a pillangókést. Jaj, igen, para. Szóval, na mindegy, tehát, hogy nem... De egyébként nem volt annyira rossz. Nem tudod, mivel volt a bajom, viszont az tény, hogy a kemping egy picit vad. Mármint, hogy úgy értem, hogy higiénia szempontjából azért nem annyira van kitalálva, mint általában Magyarországon a kempingek, ez a része egy kicsit zavart. Azért nem kell tőle megrettenni, de kicsit rossz a koncepciója. Na jó, hát így időben felkészülve, meg ilyesmi, nyilván lehet szállásokat is foglalni a környéken, hogyha valakinek ez így jobban bejönne, de minden esetre nem csak azért, mert hogy így részt vettünk a promóciójába, de tényleg azt gondolom, hogy ajánlom ezt a fesztivált. Én is. Főleg azért, mert most kíváncsi vagyok, hogy merre megyünk tovább, vagy majd mondd, hogyha még akarsz esetleg erről valamit, de hogy így elnézve a hazai idei fesztiválokat, illetve egyébként hallgattam különböző interjúkat, beszámolókat, és most nem csak az, hogy van ez az állandó
ilyen, most a nagyban nézve, tehát nyilván van nagyon sok kis fesztivál, ahol igazából meghívják ugyanazokat a magyar zenekarokat, csak választhat, hogy most ez rock metal, vagy ilyen alter pop, vagy rap trap, tehát hogy vagy ömlesztve minden, de hogy azért nagyjából azt lehetett hallani sok felől, és a fesztivál szervezők felől is, hogy azért nem volt egy túl nyereséges év, mindenki keresi, hogy egyáltalán hogy tud életben maradni így a fesztiválban, de hogy minden mellett meg azt lehetett látni, vagy én legalábbis azt láttam, hogy azért olyan nagy nevek nem támadtak így a plakátokról rám, hogy hú, nekem ide kell mennem erre a fesztiválra, mert most itt giga előadók fogják képviselni magukat. És ahhoz képest mondjuk még mindig tényleg az van, hogy ezen a egyébként mondjuk egy szigetén sokkal kisebb fesztiválon, ugye mondjuk ezen az Ostraván, azért így estéről estére azért elég nagy kaliberű előadók is, most nyilván lehet olyan szempontból is nézni, hogy drága előadók is képviselték magukat. Abszolút. Hogy hova megyünk tovább, én egy kicsit ide becsatolnám az Inotát, hogy én most, te ott nem voltál, de hogy én most még hétvégén, most mit tudom én, szeptember elején veszük ezt föl, tehát augusztus 30-án, vagy hogy voltam az Inota Fesztiválon, ami most ugye ez egy fényfesztivál volt alapvetően. Ittál fényt? Ahhoz is már öreg vagyok. Nem is ittam alkoholt, mert autóval mentünk. A lényeg az, hogy hát, na most furcsa volt ezt magyar oldalról megtapasztalni, hogy ugyanúgy elmész egy ilyen ipari fesztiválra, ráadásul itt azért sokkal frissebb a légkör, hiszen ezt egy-két éve kezdték csak el, hogy itt rendezvényeket szervezzenek. Egyrészt tök jól éreztem magam, úgy, mint aki művelődni megy egy alapvetően installációkból álló kulturális rendezvényre. A para szerintem egy kicsit talán a kommunikációban volt, vagy tehát valami félre csúszott, hogy szerintem az emberek egy nagy része itt tényleg azt hitt, hogy ez egy nagyon vad technóbuli lesz, mindenhol zenével. És ennek ellenére tudod, megérkeztünk mondjuk nem tudom, este 5-6 körül, tehát hogy sötétedett már inkább 6-7, most pontosan nem emlékszem, és tudod, még mindig csak egy helyen így hátul szólt valami iszonyat down tempo dolog, egy kis színpadon, amúgy meg sehol zene, és mennek a kiállítások, tehát ugye a fényinstallációkat nézhetted meg. De amúgy tudod, tök látványos dolgokat láttunk, tehát a hőerőműben ilyen iszonyú kemény fényjáték volt, nem is tudom, hogy hány méter magasan, meg tudod, bemehettél az egyik ilyen nagy toronyba, ami ez a hűtőtorony volt, és így fantasztikusan nézett ki, egy ilyen nem tudom hány méter hosszú ilyen fénycső, ami úgy volt megcsinálva, mint egy villám. És tudod, bementél oda, és az iszonyú klausztrofób érzés, hogy amikor elsötétült az egész, akkor konkrétan ott volt egy sötét tárnában, amiben csak így látod a kört, így ott az eget, de benn vagy egy ilyen iszonyú nyomasztó, nem tudom miben, így bezárva. Fantasztikus volt egyébként. Ez a része tök jó volt. Egy zenei produkciót néztünk meg, ott volt egy ilyen helyi műfáz, az Inotának, ami ugye oda települt, mint gyár, meg mint alapvetően ilyen új, ugye, szocializmusban felhúzott városrész, vagy város, azoknak épült egy kultúrház, és akkor ott voltak ilyen hát különböző hangperformanszok, és az Alessandro Cortinit néztük meg, akiről azt kell tudni, hogy alapvetően neves a maga műfajában, illetve ő a Nine Inch Nails-nek a billentyűse, legalábbis ugye a turnékon már nagyon régóta. Van olyan, hogy hangművészet, de ez egy kurva nagy bullshit volt. Tehát, hogy... tehát az, hogy... Több ilyen futottam bele, sejtem, mire gondolsz. Tudod, megy egy vizuál a háttérben, de könyörgöm, az lett, tehát tudod, egy ásvány közelről. Ami ma már így egyáltalán nem érdekes 30 percen keresztül, tehát kvázi egy stock videó, érted? Igen. És elől áll egy faszi, kajak volt egy... nem tudom, 5 perc, amíg így támaszkodott, és így elcsavart 3 potit, és egyetlen hangot modulált, tudod, hogy volt egy és akkor arra így ráhúzott, hogy tudod, ez, na, hogy mondjam, tehát a mai világban, ahol konkrétan mindenből lehet minden hangot csinálni, ez más kevés, ez semmi. Biztos vagyok benne, hogy valaki élvezi, tehát viszonylag kevesen távoztak
a koncertteremből, én távoztam egy 20-25 perc után, amúgy azt hiszem az egész volt mondjuk nem tudom, 40 perc, tehát ugyan sokat nem hagytam ki. Szerintem gyenge volt. Uh-huh. Tehát én ennél többet várok. Na, magáról az Inotairról én is azt éreztem, hogy ha valaki, ugye tavaly megrendezték ezt az Inota Fesztivált, uh-huh. Azt szerintem több napos volt, legalább kettő vagy három, szóval nem olyan. Az nagyot szólt. Nagyot szólt, viszont azonnal voltak utána hírek, hogy jövőre nem rendezik igen. meg, de majd vissza fog térni. Na és ebből szerintem lett egy ilyen kicsit ilyen kavar, és nekem az volt az érzésem, hogy valakik rárepültek arra, hogy megcsináljuk ezt idén is. Nem vagyok biztos benne, hogy ugyanaz a szervező, uh-huh. vagy nem vagyok biztos benne, hogy jó volt a kommunikáció. Ugye ezt lehetett látni plakátokon, hogy van-e mögött egy nagy brand, ami már mint hogy ugye egy márka reklámozza ezt, és hogy két eseményt hirdettek meg, és nekem is ez volt az érzésem, hogy így, hogy nem volt egyértelmű, hogy most akkor ez ugyanaz a fesztivál, vagy csak ugyanazon a helyszínen rendeznek egy hasonló fesztivált, vagy nem is hasonló. És akkor jöttek ezek a dumák, igen, hogy a mit tudom én, ilyen hír, hogy a Nine Inch-nél zenésze lép föl, tudod, és akkor ebből nyilván mire következtetsz, hogy most nem tudom, nyilván nem arra, nem azt mondom, hogy most a Trent Reznor jön ide, de hogy azért ez kicsit olyan, mint hogy én láttam egy zenekart, amiben a Bono fia játszik, és akkor most így azt mondom, hogy a Bono fián, vagy nem tudom, tehát érted, a Bono örökségét láttam a színpadon, na mindegy, ezek szerintem olcsó dolgok, és igen, és az, hogy az emberek szerintem nem voltak tisztában azzal, hogy mire mennek, és szerintem egy csomóan vannak, akik mondjuk nem nyújtottak el tavaly, uh-huh. viszont azt látták, hogy úristen, ez annyira jól néz ki ez a fesztivál, hogy ide el kell menni, és nekem van így ismerősöm, aki idén így megvette mindkettőre egyet, mert hogy ez annyira jó volt tavaly, de nem azt kapta. Szerencsére én tisztában voltam, hogy mire megyek, és abszolút, tehát hogy én itt a képzőművészeti vonatkozásaira, ha lehet így mondani, bár most, hogy a fényinstalláció mennyire számít képzőművészetnek, szerintem annak, de nem tudom, hogy most jelenleg ez a szakágokban hogyan van ennek a definíciója. Médiaművészet. Akár az is volt, tehát nagyon sokféle ilyesmelyik, megismerheted Inota történetét, tehát én alapból így, tudod, azért is mondtam, hogy így még csak egy sört se ittam, mert nem azért mentem, mm-hmm. tudod, hanem hogy így kicsit művelődni, ettem egyet, megnéztem, évfélkor hazavezettünk. Tök jó volt. Igen, mi történt még a nyáron? Én elmendegéltem, amíg te elvonuláson voltál. Reabon. A Művészetek Völgyére egy napra, és tavaly is ezt játszottam, és minden évben rájövök, hogy oda el kell menni egy három napra. Uh-huh. Vannak ilyen hétvégi jegyek, mert ugye ez nagyjából 10 napos, és úgy van, hogy két hétvégi is benne van a fesztivál időben, és arra lehet ilyen hétvégi jegyet venni, és mindig rájövök, hogy egy olyannal kéne elmenni, mert az a helyzet, hogy ugye egy távolságok vannak, busszal megtehető távolságok, ráadásul azért ezek olyan buszok, ahol ott nyomorogsz teletömbe, a dögmelegbe. De hogy tényleg az, hogy mondjuk egyik koncertről a másikra eljutni, hogy egy picit ezt a feelinget átérezt, hogy egyáltalán körülnézzél, hogy lásd, hogy mit készítenek, stb. Tisztában vagyok azzal, hogy főleg ilyen régi művölgyesek gondolják ezt, és egyébként egyetértek, hogy azért ez már nem teljesen az a művészetek, ugye, mint régen volt, tehát nyilván az ilyen falusi turizmus jellege, az azért így jelentősen átalakult, vagy így jobban rámentek azért a gyártásra, tehát hogy most olyan szempontból tényleg, hogy már nem az van, hogy bemész a Juli néni kertjébe is megkínál egy levessel, hanem hogy inkább csinál egy tortillát. Ráthívja a rendőrséget, csak úgy bemész a kertjébe. Nem, de tényleg, hogy inkább tortillát csinál. Tudod, tehát, hogy ilyen kicsit művi ilyen szempontból. Most hirtelen így próbálom felidézni magamból, hogy milyen koncertem voltam, vagy ami esetleg így nagyobb lett volna. Azt tudom, hogy aznap a fő produkció az Elefánt volt, de és most ez jó is, hogy eszembe jut, mert a legnagyobb kritikám egyébként a Művészetek Völgyével kapcsolatban az, hogy a nagy színpad és a nagy színpados rész az szar. Tehát most bocsánat, de hogy egy olyan helyen van, ahol igazániból
nem fér el annyi ember, mint amennyi ott van, uh-huh. nyomorgás van, nem lehet hallani és nem lehet látni a színpadot, és mindezt még így meg is szakítják ilyen-olyan asztalokkal, pultokkal, nem tudom, hogy így tényleg lehetőleg az emberek ott összeütközzenek, balhézzanak, egymás nyakába essenek, nem tudom, szóval egyszerűen a nagyszínpados program, de amúgy is az van, hogy a nagyszínpadon, meg nyilván az ilyen főműsor időben tényleg ugyanazt lehet látni, mint bárhol, meg mint amit egy parkban is megnézel, de jó volt mondjuk egy kis kertben megnézni a Borlait, a Hárs Viktorral, meg a Szakcsival Miles Davis-t játszani. Ó, tehát, hogy Isten, érted, hogy ilyen, nem voltam, ezt nagyon sajnálom. Ilyen dolgok. És az egyik kedvencem az éjjeli vagy hajnali táncház, amikor, tehát úgy jöttem haza, hogy így a mint fél nap után sikerült kifújnom az orromból ugyanazt, mint a régen egy hét sziget után, tudod, tehát egy felvert por minőt az egész ruhám, minden igazából a cipőm, mert nem láttam a színeket, tehát annyira élmény egyébként ott ropni az ilyen-olyan kalotaszegire, meg tudja a magyar, hogy mire. És ez nagyon nagy élmény volt, és tényleg az, hogy mondjuk közben meg átsétálsz egy kerttel arrébb, és ott meg izé szkúter szól, így, aha, mint hogy ilyen veretősbe. Apropó szkúter, a Fezenre is lementem egy napra, és pont az nap, amikor szkúter volt, hát az egy külön élmény, nem tudom, hogy láttad őket valaha, de én még nem. Voltam valami fesztiválon, ahol voltak. Aha. És ez kb. Olyan, mint amikor voltam Áriában, csak nemrég jöttünk rá, hogy voltam. Sex Pistols. Igen, azóta rájöttem, hogy Fat Boy Slim-en is voltam, meg nem tudom, sok ilyenen, és így semmi. Úgyhogy biztos jó volt. Hát vannak igen ilyenek. Na most ez a Fezen, ez is egy érdekes állat, ahogy egy ismerősöm szokta ezt mondani, mert hogy szóval egészen kiismerhetetlen lett most már számomra az, hogy akkor ugye milyen... Régen a Fezen az kvázi egy rockfesztivál volt. Igen. Na most ezen a fesztiválon baromira látszik az igénynek az átalakulása, meg az, hogy mondjuk egy ilyen helyszínen, egy ilyen városban, mint Székesfehérvár, hogyha mondjuk rendeznek egy fesztivált a nyáron, akkor azért valójában mi az, ami ott embereket tud megmozgatni, és ez... Itt lehet tényleg azt mondani, hogy hú, hát ez már nem is rock, meg nincs is rock, meg mit tudom, de volt, mert egész nap szólt a rock, a metal, a magyar zenekarok, a külföldi zenekarok, csak kisebb színpadokon, és közben azt látod, hogy a nagy színpad mellette ott meg Jude Law, Majka, és ilyen jellegű magyar kvázi sztárok. Vagy tehát, hogy elindult előadók. Ez a fesztivál is azon az úton, hogyha életben akar maradni, akkor igenis nyitnia kell, vagy új vért kell belepumpálni, és nyitnia kell más műfajok felé, meg olyan divatos irányzatok felé, amikre jönnek a fiatalabb generációk is. Igen, viszont emellett azért szerintem az egy tök jó dolog volt azt látni, hogy közben nem vágják el ezt a vonalat, hanem közben a kisebb színpadon... Jó, hát figyelj, a Szigeten se vágták el, hanem évről évre kevesebb lett, tudod. Ahogy kifogyott az a generáció, és már nem belőlük éltek meg, akik mondjuk, tudod, a Beatrice meg a Tankcsapda miatt mentek. Hát olyan ez, mint a szabad sajtó, hogy... Szépen építjük le! Igen. Jó, igazad van. Nyilván nagyon vicces szitu az, amikor azt látod, hogy nem tudom, a kamaszok a szüleikkel vonulnak a Jude Law koncertre, de közben a Butcher Babies hentel a kisebb színpadon. Na, alapvetően ez az egészséges közeg szerintem egy fesztiválnál. Egyébként igen. És közben az egésznek van egy falunap jellege is, ilyen oda vonszolt... mint a búcsúban különböző gokárt, meg aha, mit tudom én, mikkel, tehát hogy tényleg én úgy vettem észre, hogy így megpróbáltak mindent belesűríteni, és megpróbáltak mindenkire lőni egy kicsit. Aztán nem tudom, hogy ez valójában bejött, én úgy tudom, hogy pont ez a nap, ez teltházas volt, tehát hogyha így nézzük, akkor végül is elérte a célját.
Itt egyébként azon a napon a Scooter volt a főműsorszám, hát na hát tényleg, ha valami hakni, akkor az a haknik haknia. Na ott van az, hogy tényleg a két szint is a két oldalt, egy büdös hangot nem játszik az egész koncert alatt. Uh-huh. De hogy tudod így, néha játszak, hogy most a leadet én játszom, de miért játszanette azt a leadet, hogyha minden más szól úgy is, és egyébként meg... Tehát persze. Nem kockáztatod meg, hogy véletlenül ne játszd jól a leadet, vagy véletlenül ne szóljon az a szinti, vagy ilyesmi. Hát HP Baxter pedig így... Még szőkébb, mint valaha. Szőkébb, mint valaha, így 60 évesen. Ugyanakkor képesek voltak nyilván baromi nagy ilyen őrületet uh-huh. elérni, meg hát mindenkiben lakozik egy kicsi ilyen szkúteres, aki egy ponton egy How Much Is The Fish-nél előbújik, és tudod, így átlendülsz abba a fajta ilyen szégyen érzet, és lendülsz, és azt mondod, na jó, az meg akkor jól érzem magam. Ebben van egy érdekes teóriám. Na. Én valahogy azt veszem észre, hogy nyilvánvalóan annyi ember nem szerette a Scootert a maga idejében ebben az országban, meg ezekből az emberekből, akik elmennek megnézni most, hanem én azt gondolom, hogy egyszerűen az emberben olyan szinten győz a nosztalgia, hogy sokkal inkább már végén elmegy egy olyan zenekarra, ami az ő gyerekkorában létezett, de kibaszottul utálta, ellenben mégis valahogy a gyerekkorát és azokat a régi szép időket idézi, és mégis még mindig jobb erre elmenni, mint egy új zenekarra, ami szar, mert már nem én vagyok. És tudod, ez most nem fikázás. Yeah, yeah, yeah. Én is voltam ilyen koncerteken. Csak azt teszem észre, hogy egy csomó olyan, tehát ahogy az ember idősödik, egyre több olyan dolog tűnik fel ilyen nosztalgikus dicsfényben a szemében, így mondjuk a gyerek meg korából, meg a fiatal korából, amit akkor egyébként nagyon-nagyon rühelt. Csak már az is olyan, hogy megszépítette az idő. És szerintem a Scooter ilyen iszonyú patinát rakott a múlt, meg az, hogy régen volt. Ja, ja, ja. Meg hogy tudod, nem újítottak, szóval hogy nem indultak el olyan irányba, hogy jaj, mit tudom, most ne játszanak egy új számot, és azt mondod, hogy jaj, játsszak már inkább a régieket, hanem fel se tűnik, hogy ja, ez új volt. Igen, de nyilván ez az egész jelenség, ez így eszkalálódik a Netz partiban, uh-huh. amin azt vettem észre, most pont a Szigeten futottam bele egy hajlatba, és akkor egy pár órát így fú, jól éreztem magam, és pont ezért is rájössz, hogy olyan daloknak is tudod a szövegét, amit valójában, ahogy mondod, sose szerettél, sose hallgattad meg magadtól. Igen. Hát ezek így egyszerűen velünk vannak, még akkor is, hogyha régen így elkapcsoltad a tévét, vagy azt vártad, hogy legyen már vége, és kezdődjön inkább az, amit én szeretek. De valójában ott van, és akkor jön az Orsi. Ha lemegy a nap. És akkor lereppeled a gangstát is egybe. Na, emlékszem, ezeket gyűlöltem. És... egyébként tényleg így eszem őt, és látom magam, vagy meghallom, és látom magam előtt a gyerekkorom, amikor még egyébként nagyon-nagyon kicsi voltam, tehát, de hogy azért most igyekszem magam emlékeztetni, hogy én alapvetően ez nekem nem volt jó. Tehát azért tölt el kellemes érzéssel, mert a gyerekkoromat szeretem, meg a szüleimet, meg a barátaimat, meg ami volt akkor az OVI, vagy az általános iskola, vagy mit tudom én, de alapvetően kibaszottul utálom az Orsit, meg a Scootert is. De azért nem úgy utáljuk az Orsit, csak... Jaj, igen, de nem a személyét. Igen, de van ennek egy másik mostanában érdekes jelensége is szerintem, az az, hogy például most vannak ezek a nagy találgatások, meg ilyen hírek azzal kapcsolatban, hogy mi a francra készül a Linkin Park. Aha. Nem tudom, biztos látod. Most én ennek kapcsán lepődtem meg azon, hogy, és valakivel ezt így beszéltem is, hogy érdekes, hogy a Linkin Park az nem egy ilyen utált, lenézett dolog volt az emberek nagy részének, meg például a zenei sajtónak a szempontjából, most pedig mindenki ír róla, és mindenki várja, és mindenki ugye isteníti Chestert, nem tudja elképzelni, hogy bárki a helyébe lépjen, stb. És azt látom, hogy egy ilyen szent grálként van kezelve, és közben meg tényleg fura, hogy én arra emlékszem, hogy
hogy vagy én nem emlékszem arra, hogy mondjuk a magyar sajtó az így különösebben mondjuk a Linkin Park utolsó 4 lemezével úgy foglalkozott volna, vagy hogy, ezzel, vagy hogy így aktivitásukban egyébként egy olyan fontos zenekarnak ítélték volna ide. Nem, nyilvánvalóan nem, de hát tudod, Chester elhúnyt, utólag tűnik fel, hogy mekkora énekes, mint ahogy szokott ez a poén menni, vagy nem poén, igazából inkább szörnyű, de hogy jaj, akkor tűnt fel igazán, hogy Freddie Mercury mekkora énekes, amikor az emlékkoncerten senki nem tudta elénekelni a dalait, tudod? Tehát, hogy egy kicsit van benne egy ilyen, hogy persze most már egy rákeres, hogy YouTube-on mondjuk a Chester, és az, hogy az életét, a depresszióját, meg mit tudom, hogy már tényleg szét van cincál, és 5 millió videó van róla. Külön vannak ilyen Chester vocal range, mennyire fantasztikus énekes volt erről, ilyen különböző ilyen elemzések, hogy milyen magas hangtartományokat ki tudott énekelni, üvölteni, meg mit tudom én. És arra is emlékszem, hogy igen, gyerekkoromban meg mindenki fikázta azokon kívül, aki mondjuk így, mint a Linkin Park rajongó volt, vagy mondjuk egy bizonyos életkor felett konkrétan. Na ez az, hogy egy bizonyos életkor felett ez be volt állítva, igen, a kamaszok zenéjének. Igen, persze, meg hogy tehát ez egy értéktelen rossz zenekar, stb. Nagyon-nagyon rossz nyálas énekessel. De tehát valahol a pop az ilyen, nem? Uh-huh. Tehát, hogy mindig az, hogy megjelenik valami új, egy generáció érti, a többi nem, és akkor ahogy telnek az évek, meg múlnak el karrierek, úgy egyre inkább látjuk a lehet, hogy már nem is létező értékeit. Most nem azt mondom, hogy nincsen értéke a Linkin Parknak, nagyon szerettem régen, meg most is, de egyre több teret kap a kultúránkban. Egyébként még az Ostraván vettem észre, hogy valamelyik ilyen éjjeli diszkó folyamán beraktak egy Linkin Parkot, de valamilyen ilyen, mint hogy szerintem valami új feldolgozás vagy remix lehet, ami nem tudom, az is lehet, hogy a TikTokon fut, mert én ezekben így nem veszek részt, de azt vettem észre, hogy hirtelen egy mindenki és a legfiatalabbak is örültek neki és imádták, mert nem emlékszem, hogy a nem a Faint volt, de... De abból be van mintázva egy téma, akkor kössünk át itt a szigetre. Menjünk a szigetre, mert csak pont az, akkor mondom én, hogy... Mert ugye két külön napon voltunk. Nagyon kíváncsiak a te tapasztalatodnál. Na igen. Ezt tavaly is eljátszottuk, mert a sziget ezt minden évben ezt el kell játszani. Én alapvetően el voltam utazva, elvonulásomra, és hát akkor engedtek ki, amikor vége lett a szigetnek, és utolsó napra tudtam becsatlakozni, ezért úgy voltam vele, hogy ha már sajtó, akkor elmegyünk, és akkor is megnézem az utolsó napot, legalább magáról a millióról tudok hangulatot adni, vagy véleményt adni, annak ellenére, hogy tudtam, hogy ez nem az én napom. Viszont megérkeztem, és rögtön az első, akit megnéztem, és az a Victoria volt, a Victoria De Angelis, a Maneskinnek a basszus gitáros lány, aki DJ-zett, igen. Tehát egy eszméletlen technopartit veretett így délután 4-kor, tudod, ilyen. Egyrészt így kitaláltam, hogy oda bringázok, Vekerle, Óbuda, mindegy, szóval szétizzadva megérkezek, a legforróbb, egyik legforróbb napja augusztusnak, és tehát izzadok, mint az emberek is izzadnak, itt repülnek le a ruhák, mindenki dobál mindent, örjöngés, tehát az egy fantasztikus élmény volt. Tehát, hogy így nem vagyok egy techno fan, de hogy valami iszonyú szinten ment a veretés, és mindenki nagyon jól érzte magát. Igen. És ez volt a nap fénypontja. Én hogy mondjam? De belenéztél a Skrillexbe? Mindenbe belenéztem. Minden elektróba. Egyébként a legelektróbb napon mentél. Tudom, azért mondom, hogy nem fett az én világom, tehát a Skrillex halálunalmas volt. Másrészt ugye a Pali így fölállt úgy, hogy se vetítő, semmi. Néha voltak ilyen lángok, de érdekelnek is engem a lángok. Tehát, aha, hogy ezek a dalok, tehát na itt is az volt, hogy oké, látok két pontot, aki csinál valamit egy pultnál, ez engem így nem érdekel ennyi ember között, amikor ott meg már nem volt az a hangulat, hogy az emberek táncolnak, mert így nyomorogtunk, tehát nem éreztem jól magam. A Fred Againről ugyanez elmondható, kb. Mint az új Skrillex, és mondhatok erről ugyanez, de ugyanígy, tehát hogy onnan, ahova bejutottam, szinte élvezhetetlen volt az egész, tehát nem éreztem jól magam. De ennek ellenére jöttek azok az előadók, mindenki ajánlott nekem, hogy nézzek meg, mert az én zenémnek kéne, hogy legyen. Az első ilyen volt a Wednesday. Hú, ez nem egy sorozat? Az egy nap a héten. Ez igaz. És nem is azon a napon voltál. Igen, tehát ami tudod, ilyen 90-es évek alter rock, okay, hangulat,
és mindent megidéz, ami a 90-es évek csajbandái tudtak, tehát hogy a neveket sem mondok, nézzetek utána, mindegy. Na, tehát hogy a sok minden eszembe jutott, csak nem olyan jó dalokkal. Tehát ott egyet sem tudtam megjegyezni, és ezután jöttek így sorra az ugyanilyen zenekarok, akikből tényleg a nevük se jut eszembe, pedig most tök ciki, mert föl is írtam, meg úgy mentem oda, hogy megnézem őket, meg tök jó kritikát írt a német Robi, de én olyan érzés, mint a más koncerten lettünk, olyan szinten halálosan untam magam ezeken a koncerteken. Tipikus gitárok, indie rock, alter rock, de hogy egyetlen egy olyan hangot nem hallok benne, amiben így azt érezném, hogy újra akarnám ezt. És ez egy nagyon ilyen lesújtó dolog volt. Még a végén ezt lefolytottam egy redzett koncerttel, ami nagyjából ennek az ilyen ghost main dolognak, ilyen csehországi leágazása. Fali úgy néz ki, mint a ghost main, és tudod, ilyen metal, trap, hát az, ami pusztulat volt, Miki. Tehát annyira rosszak voltak, hogy az, ami elképesztő, tudod. És tehát ez a, tudod, a Pali, tehát érezhetően egyáltalán nem tud énekelni, és ami olyasmi akart ez lenni, mintha a Limp Bizkit lenne ilyen nagyon ugye újra rakva. Aha. De nagyon rossz. De Angéki most ő a leghallgatottabb cseh előadó ugye a Spotify-on, de ezt tudjuk, hogy mennyire nem jelent semmit, egyrészt nagyon kevesen voltunk, és egyébként amikor így hallgattam Spotify-on, amúgy tök rendben volt, de hogy ilyenkor érzed azt, hogy ezek a produkciók mennyire nem érnek semmit, hogy mennyire semmi nincs mögötte. Mert jöttek vele zenészek, de nagyon rossz volt, tehát nem unalmasan játszottak, vagy nem igazán érezték, hogy mit kéne játszani. Rossz volt a gitár sound, amikor neki énekelni kellett volna, mert magának a rappernek, akkor így borzalmasan hamis volt. Ezért tudod, egy Fred Durst legalább azt a két hangot eltalálta, amikor kellett, érted? Tehát, hogy azért az érezhetően ez nincs jól megcsinálva. Ja, meg az, hogy tudod, közben jöttem rá, hogy ez a Pali valami 26 évesnek van mondva. És néztem róla az Insta sztorikat, gyerekek, nézzétek meg ti is, hogy nem tudom, bevágom ide, ha ez a faszi 26, én megeszem a fejem. Szerintem ez 40. De nem, tehát komment szerintem ez a Palézi kitalálta, hogy akkor ezt azzal lehet eladni, hogy ez ilyen rap, metal, tudod, hogy fiatalnak hazudom magam, mint hogyha egy fiatal csinálná ezt a zenét, de olyan van, nem. Tehát, hogy még a korai szerintem el van hazudva, és lehet, hogy nem, és majd nem tudom, ilyen redzett fanok majd szarra szednek, de mindegy, nagyon rossz élmény volt az a koncert. Aztán hazajöttünk. Egyébként nem tudom, látod-e, hogy a Limp Bizkit most mekkorát ment Amerikába ilyen, ez a Loserville turnéjukkal. Nagyon nagy, nagyon hosszú idő után csináltak amerikai önálló turnét, és vittek magukkal egy rakás őrültet, ilyen különböző ilyen olyan arcokat, a Corey Feldman, ami... Tudod, Corey Feldman? Persze, de hát nincsenek meg mostanában azok a videók, amikor Shredding-el a gitáron? Nem. Na az azokon a koncerteken készült, és ez ilyen iszonyatosan nagy mém lett, és egyébként ez is, meg az egész koncepció, hogy így, hogy mi vagyunk a lecsúszott arcok, amikre senki nem kíváncsi. Na pont ebből kifolyólag egyébként ilyen rohadt sokan voltak mindenhol, és nagyon nagy ilyen, nem tudom, 26 álmás, vagy nem tudom, amilyen tök nagy turnét nyomtak, egy Corey Feldman óriási volt így. De mi, hogy tényleg tud gitározni? Jó. Nem. Ja, jó, azt hittem már, hogy... Nem. Hát ugye ilyen félig ilyen Michael Jackson imitátor, igen, de közben countryt is játszik, de közben elkezd rappelni, de közben nyom egy gitárszólót, tehát ez egész ilyen nagyon cringe. De hogy ez ilyen óriási nagy mém lett, ahogy gitározik, és ebből ilyen, vannak ilyen videók, hogy minden koncertről ugyanaz a gitárszól ugye egymásra van vágva, meg nem tudom, mindegy kegyetlen, és volt ilyen pont, amikor Fred Durst így felment a színpadra, és így bizonyította, hogy élő ez a gitárszól, tényleg most így nagyot mentek. Na, én is voltam a Szigeten egy napot, én az első, amit megnéztem, az a magyar-horvát vízilabda meccs volt a Csónakházban, mert hogy akkor még bent voltunk, és nagyon reménykedtem a továbbjutásba, mert körülbelül egyébként egyetlen sport van, és azt is csak 4 évente nézem, tehát olimpiakor a magyar vízilabdát. Én megnéztem a Liam Gallaghert. Na. Mesélj, kérlek. Hát figyelj, ugye ez a Oasis összeállás időszak, de azért ott már ilyen voltak ilyen halvány jelei annak, hogy mondjuk például azért nem tudom, a
régi vetítések, amik mentek a színpadon, abban nem volt mondjuk kisatírozva a Noel Gallagher, tehát hogy ilyesmik, de szerintem iszonyatosan jó koncert volt, nagyon élveztem, ugye eljátszott az első Oasis lemezt, egyben plusz néhány akkor ilyen B-oldalas számot, kimaradt számot, egy Beatles covert, nagyjából ennyi. És nem játszott el a Wonderwallt? Nem. Ez tök menő. Nem, az se, meg más későbbi számot. Tehát Don't Look Back in Anger, meg mit, tehát hogy aha, ez mondjuk nagyon menő, mert biztos voltam benne, hogy az olyan, hogy lenyomják a Definitely Maybe-t, és akkor még a visszába jönnek a nagy slágerek még, tudod, ami nem ezen a lemezen van. Nem is vagyok biztos benne, hogy volt vissza egyébként, mármint azért, mert nem hívták vissza, nem vagyok benne biztos, hogy volt ilyen lemenés, visszajövés. Tök jó volt a zenekar. Én nagyon kamázom a Liamot, főleg mint karaktert, tehát meg azért ez egy baromi jó lemez, szóval tényleg az van, hogyha legalább az első két Oasis lemezt, hogyha így egyben játsszák, azon nincs nagyon hiba. Tehát, hogy jól van egy-két szám, ami mondjuk úgy ilyen deep cut, de hát egyébként tényleg az van, hogy az... Csodálatos lemez. Az nagyon rendben volt. Kabátban volt, tudod, ahogy az 400 kell. 400 fokban. Séker, vagy mi az ilyen, nem, hogy hívják ezeket a rumbatök. Nagyon jó volt, nagyon-nagyon szerettem. Szerintem az volt aznap, egyrészt ő volt az ilyen fő fellépő. Sajnos aznap én lemaradtam az Yves Tumornak a koncertjéről, de szerencsére bepótoltam később, ezt majd mindjárt kitérek rá. Na innentől kezdve egyébként én is nagyjából így benézegettem a Technobulikra, meg a Colosseumba, meg belefutottam egy kis Lazarusba. Kezdjük ott, hogy nem tudom, te mit tapasztaltál, ezen az én napomon nem voltak túl sokan a szigeten. Én most többnek éreztem, mint amikor tavaly voltam az ember mennyiséget. Tehát mondjuk konkrétan így a nagy színpadnál ilyen pusztulat volt lenni, tehát ténylegesen így nem tudtál megmozdulni. Ez tavaly annyira nem volt, még a Billie Eilish-on sem. De azt, hogy ez most mennyire nyerességes, mennyire nem valójában, mennyi embernek kéne itt lennie, erről most ténylegesen nem tudok ilyen exakt képet lefesteni, hogy én ebben nem tudom, mit látok. Nem tudom, hogy... Hát mondom, én azon a napon, de én tavaly is belefutottam ebbe, hogy egy ilyen kicsit alul látogatott napon látogattam én is ki, de én mondjuk idén azzal találkoztam, hogy főleg így, mert így éjjel azért így, hát nagyon-nagyon szellős volt. Szóval régen tényleg ilyen embertömeg mozgódott azon a sétáló úton kívül. Mit tudom én, ha beálltál a csónakházba, akkor azért vártál fél órát egy sorba. Most én ezt nagyon nem... Hát ez nem, tehát ha egy sörhöz akarsz jutni, akkor bárhol 5 perc alatt hozzájutsz. Nincsenek nagyon ilyen sorok. Bár egyébként tudod, ez az is csalóka lehet, hogy egyébként sokkal jobban ki van találva alapvetően a szolgáltató rendszer. Tehát azért nyilvánvalóan az is fejlődik 20-30 év alatt, és simán lehet, hogy most már ez annyi, mert hogy ez viszont a szigetnél egy már nagyon jól kitalált és bejáratott infrastruktúra, hogy például mondjuk Ostravában az, hogy el akartam menni egy sörért, meg akartam nézni egy koncertet, és el akartam menni mosdóba, az egy ilyen Mission Impossible volt, és egy óráig tartott, mert hogy nem volt kitalálva, hogy hova kell tenni mosdót és WC-t, hogy hova kell tenni italpultot, és hogy egyébként meg hol van a koncert maga. Tehát itt meg így bárhova mész a szigeten, belebotlasz egy WC-be, tudsz venni italt, tudsz enni, mindent, tehát egy eszmetlen jól ki van találva szerintem. Tehát az annyira egyébként a legtöbb fesztiválhoz képest annyira ilyen mérnöki pontossággal faszán meg van csinálva a hajógyári szigeten, hogy egyébként le a kalappa. Jó, hát egyébként én meg most még végezetül egy baromi jó francia fesztiválon vagyok túl. Ennek már semmilyen sajtós jellege nem volt, vagy ilyesmi, tehát tényleg abszolút önszántamból és szórakozni mentem, bár érdekes ennek a története, mert igazából nagyon régóta el akartam jutni Párizsba, és nyáron el akartam jutni a The Smile-nak, a Radiohead-es Tom Yorke-nek a side projectjének egy koncertjére, és akkor valahogy ezt a kettőt így jó kombónak éreztem, hogy jó, akkor van egy ilyen fesztivál Párizsba, akkor megnézem ott, amúgy is jó dolgok vannak még aznap, de aztán ők lemondták, szintén egy betegség miatt az egész nyári
koncertsorozatot, úgyhogy végül is ilyen szempontból megint hoppon maradtam, és az egyik fő fontos fellépő, akik miatt akartam menni, nem lépett fel, de aztán végül annyira megtetszett a fesztivál, hogy nem csak egy, hanem három napra is kilátogattunk. És na hát, hogyha szerinted Osztraván nehéz volt eljutni a mosdóba, meg egy sörér, meg a koncertre, hát akkor ez kegyetlen volt. Ugyanis ez egy ilyen nagyon hosszúkás parkban volt a Szajna mellett, és itt aztán tényleg az volt, hogy amikor mondjuk a nagy színpadon 19.45-kor vége van egy koncertnek, akkor 19.45-kor következik egy másik koncert, egy másik színpadon, de egy ugyanakkora név. Csak hogy a két színpad között van egy eleve egy laza 10 perc séta, de amikor megindul egy ilyen óriási tömeg, akkor az igazából abból így összejön egy fél óra is. És ilyen szempontból ez a fajta, például Osztrovában az nagyon tetszett, hogy mondjuk vége volt a nagy színpadon az egyiknek, és akkor volt negyed óra szünet, amíg a másikon kezdődik. Igen. Szépen mindenki átmendegéltünk, nem tudom, közel is volt, így egymás mellett szinte csak így meg kellett kerülni. Na itt tényleg távolságok voltak, és valójában ez csak két színpad, amiről beszélek, de volt még négy, csak mondjuk ott kisebb előadók, de azokra is pár. És volt ilyen, hogy tényleg aznapra így összeállítottam magamnak egy olyat, hogy mondjuk 6 együttest így egymás után akarok megnézni. És volt olyan, amikor végül ebből lett 2-3, mert egész egyszerűen már nem vállaltam be azt, hogy mondjuk így most azért átmenjek az egyikre, hogy utána szinte azonnal rohanhassak vissza, meg nyilván vannak olyanok, ahol jó helyen is akarsz lenni. Rengetegen voltak, viszont a legjobb koncertek, amikkel így kb. Valaha voltam, főleg ilyen fesztivál környezetben. Első nap baromi jó volt a Kasabian, nagyon rég láttam őket, a Kills nagyon jó volt. Nem emlékszem, hogy mi volt még aznap, de a fő műsorszám egyébként a fő műsoridőben a koncert, ez a Måneskin volt. Amit baromi messziről láttam, de imádtam, volt. Minden percet imádtam. Figyelj, nem rajongok értük így annyira, de hogyha így, tehát most ezzel a koncerten megvettek. Aha. Iszonyat profizmus. Nagyon jó kérdés szerintem. Nagyon jó fejek, baromi jól néznek ki a színpadon, baromi jól hangzanak, baromi jó, és nagyon jól adagolják egyébként a régi számaikat is, amik, még az olasz számokat is, meg ami kicsit ilyen rap metálosabb, azokból is játszottak, akkor játszották ugye ezt a feldolgozást is, amivel befutottak. Az új lemezükről az összes jó, meg fontos számot eltolták, tudták énekeltetni a közönséget. Látszott az, tehát látszott az aznapi közönségen, hogy rengeteg a fiatal, és rengeteg, akik inspirálódnak a zenekarból, és úgy öltöznek, úgy festik ki magukat, rengeteg Måneskin polokon, minden mellett nagyon sok kisgyereket is láthattál, szóval látszik, hogy megszólítanak fiatalabb réteget is, olyat is, aki számára egyébként szerintem azért egy picit azt gondolom, hogy tehát azért ez egy ilyen elég erősen szexualizált, hogy ilyen túl szexualizált zenekar, tudod, hogy mégiscsak ilyen férfi és női istenek zenekara, és akkor egy picit azért azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül gondolom, hogy mondjuk gyerekeknek érthető, most nem tudom, prűdösködök, meg boomerkedek, csak azt gondolom, hogy azért ez nem nekik szól, most tényleg a kisgyerekekre gondolok, de közben meg az egésznek azért mégiscsak van egy olyan jellege is, hogy látszik, hogy viszonylag ezt ilyen poénosan tálalják, és tényleg iszonyatosan jó koncertet adtak. Nagyon oda voltam azért, hogy nincs elkamúzva semmi, hogy egyébként lazán bevállaltak egy 10 perces rohadt jó gitárszólót. Tehát, hogy igenis, most van akkor ennek helye. Ők nagyon tehetség ez a nézők. Én azt gondolom, tök menő, hogy tényleg is kvázi ilyen rockzenét játszanak most egyébként fiataloknak, ez is nagyon érdekes. Hát ugye a fő kritika az azt szokott velük szemben lenni, hogy semmi újat nem hoznak, hanem hogy a glam rock van összemosva így akár egyébként az Arctic Monkeys-ig gyakorlatilag bármivel, mert... Meg a poppal. Meg a poppal, persze.
Tehát, hogy gyakorlatilag, mit tudom én, sokszor a gitárhangzás az olyan szinten Arctic Monkeys, hogy semmi köze a kettőnek egymáshoz, de még a téma is olyan, hogy itt simán a korai lemezeikre befért volna. Erre még nem gondoltam. Na, hogy pont ez az, hogy nem gondolsz rá, de valójában ilyenek vannak benne. De tényleg, tehát a kinézet az meg totál ez a glam. És nyilván ezt lehet kritizálni, hogy semmi újat nem hoznak, de pont úgy nem hoznak semmit, ahogy mondjuk az Oasis nem hozott semmi újat 94-ben, tudott. Tehát, hogy na ez az, hogy ugyanakkor nem úgy nem hoznak újat, igen, mint a Greta Van Fleet. Igen. Akik szar Led Zeppelin számokat játszanak, tehát hogy így... Jó Led Zeppelin számok. Tehát, hogy, na, mert hogy nem, a Led Zeppelin számok jók, csak ez olyan, mint hogyha rossz számokat írna a Led Zeppelin, de hogy na... Nem, ez egész egyszerűen olyan, mint hogyha már megírt számokat adnának elő, és néha egy el is gondolkozó, hogy most ez egy feldolgozás, vagy nem, de én itt nem éreztem. Én sem, tehát hogy nem, abszolút van egy, alapvetően egy ilyen Maneskin sound, ami viszont tök menő. Csak hogy az rengeteg mindenből táplálkozik, és így lehet, hogy elemeiben semmi újat nem mutat, de az egység az mégiscsak valamit így kifejez így a 2020-as évekről. Aha. Tök jó. Abszolút. Egy dolgot árulj el nekem, hogy milyen volt Jim Morrison sírja, mert azt láttam fotókat, hogy voltál. Ja, hát figyelj, ugye az eleve egy ilyen félnapos, vagy nem tudom, délelőtti program, ugye ezt a temetőt megjárni, és ott hát nem csak Jim Morrison, hanem ugye költők, írók, Molière-től kezdve, ugye sok sír találsz. Eleve egy nagyon furcsa temető, mert most voltam hétvégén itt a Fiumei úti sírkertben, a Törzsnek volt koncertje, és én most szembesültem azzal, hogy az egy baromi tágas hely, ahol egyébként nagyon szépen egymástól azért úgy távol vannak elrendezve gyönyörű sírok. Na ehhez képest a párizsi az egy ilyen ömlesztett sírok hátán így bemászol mögé, meg mit tudom én, az egész egy ilyen, hát túl van már temetkezve az a temető, viszont én ott a Jim Morrison sírjánál jöttem rá arra, hogy középiskola elején volt egy ilyen szövegem, amit írtam, és abba beleírtam azt, hogy szeretnék oda eljutni. Mm. És valahogy így, ezt így totál elfelejtettem, meg nem is volt. Sokszor így majd, hogy nem alig jutott eszembe, hogy ugye ez ott van. Hát mondanom se kell, az egész temetőben Jim Morrison sírja az egyedüli sír, ami körbe van kerítve kordonnal, ami egyébként össze van matricázva, mert hát nyilván ugye szó volt, hogy vandalizmus, rongálják, összefestékezik, mindenfélét dobálnak oda, stb. Most is azért így gitárpengetők sorakoznak rajta, virágok, matricák. Élmény volt, és szerencsére nem volt annyira túltolva, mint mondjuk a Louvre-be elmenni megnézni a Mona Lisát, ahol így előtte áll 200 ember és így fotózza, de úgy, hogy amúgy így élőben nem is nézi meg, vagy nem is látja. Szóval ahhoz képest mondjuk ez olyan volt, hogy mondjuk mit tudom, akkor, amikor én ott voltam délelőtt, akkor mondjuk 10 ott álltunk a sír körül. Volt egy srác, aki átmászott a kordonon, felbontott egy üveg viszkit, belekortyolt és letette a sírra és kimászott, szóval úgy éreztem, hogy ő azért nagyon készült erre. Ez annyira durva, hogy ez a mai napig így megy. Egyébként itt a rendszerváltás környékén, mármint hogy amikor nálunk volt rendszerváltás, tehát hogy itt konkrétan zendülés volt, meg volt, hogy oszlatni kellett, meg mit tudom én, mert hogy annyian ugye, akik a Szovjetunió területéről zarándokoltak Jim Morrison sírjához, tehát így elkezdtek szétszedni, meg ott hippiskedtek, meg kiélték azokat a vágyaikat, amiket így nem lehetett korábban. Nagyon durva, hogy mai napig. Hát egy ilyen zarándokhely, igen. De láttam, mit tudom én, volt ott egy ilyen idősebb fickó Doors pólóval. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy mondjuk ő is így neki ez most egy ilyen célállomás volt, vagy lehet, hogy életében most jutott el először ide, és a kedvesszűről jött. Szóval igen, hát azért élmény volt. Kihagytam egy napot a fesztiválon egyébként, nem úgy, hanem hogy úgy értem, hogy szóval voltam egy napot nem, és akkor utána még két napot a két utolsó napom, és ott volt egy nagyon
nagyon érdekes kombó, az egyik az, hogy Offspring, és utána Messzívetek. Illetve a kettő között valami talán volt, de nem emlékszem, hogy átmentem-e. Mindkettőt imádtam, egyértelmű. Hát az Offspring, én azt hiszem, hogy először láttam őket élőben. Igen? Nem tudom, hogy te... Láttam őket ezelőtt 10x évvel. Egy olyan, hogy valahol így voltak, emlékszem. Szigeten láttam őket, de jó volt, meg minden, akkor azért konstatáltam, hogy többet nem akarom, de hogy jó volt. Hát ugye igazából nyilván nyomtak egy ilyen óriási nagy slágerparádét, ilyen főleg Smash, meg Americana számok, talán volt egy új szám, meg mondjuk még valami az elmúlt 20 évből, de azért nagyjából erre a két lemezre fókuszáltak, nyilván ennek én is örültem. Na erről a koncertről annyit, hogy valamiért egy pár héttel azelőtt földobta nekem a YouTube, hogy fenn van tök jó minőségben official feltöltésben a Hellfest-es Offspring koncert, és én azt megnéztem így készülvén a koncertre. És akkor ugye elmentem a koncertre, és ott realizáltam, hogy most egy olyan koncertet látok, ahol még a legutolsó átkötő szöveget, vagy a közönséghez szólás is elhangzott az összes koncerten a turnén. Tehát, hogy itt minden meg volt írva, és ki volt mérve. Tehát amikor mondjuk megnézed a Hellfest-es videót, és akkor van ilyen röhögés, hogy Dexter és Noodle szivatják egymást, és akkor... És az is megint. És akkor még az is. Az is, hogy mit tudom én, elkezd szivatni, hogy nem tud semmilyen számot, és akkor elkezd Slayert játszani, meg Black Sabbathot, meg nem tudom. De hogy tényleg ez az utolsó dolgokig meg voltak írva. Én jobb szeretem, hogyha ennél egy kicsit spontánabb egy zenekar, mert akkor őszintébbek, szerintem. Nyilván vannak olyan kimért show-k, mint mondjuk az ezt követő Messzívetek, ahol nem várom el azt, hogy két szám közt poénkodjanak, vagy bármit is úgy a mai eseményre hozzanak, de egy ilyen, egy kvázi punk bulinál nekem valahogy ez tényleg... Sokszor az volt az érzésem, hogy ezek ilyen pihenőidők egyébként is, tehát hogy most Noodle játszon riffeket, amiket nem is tud jól lejátszani, és ez a Dexter lemegy egy kicsit pihenni. Tehát fáradtak lehet. Hát figyelj, nem fiatalok. Ellenben egyébként a dobosuk az kegyetlen. Hát mert ő új. Ő új, de egyébként az a durva, hogy na az a srác, az meg úgy néz ki, mintha mondjuk 21 éves lenne, de aztán lecsekkoltam, és most nem jut eszembe a neve, de ő nyomta már a Marilyn Mansonnal, ő beugrott a Limp Bizkitbe, amikor a Jonathannak volt valami sérülése, és így ilyen elképesztő, hogy már így kikkel játszott együtt, és egyébként ilyen 31-2 éves, nem 21, de ott a színpadon tényleg úgy nézett ki, mint egy nagyon fiatal srác. Iszonyatosan elképesztően jól dobolt a végig a koncertet. Na mindegy, figyelj, tényleg egy jó örjöngés volt, meg ilyen jó hangulat, csak tényleg egy picit ez az utolsó közönséghez kiszólásnak is, így a megírt szövege, ez egy picit számomra elvesz a dolognak a hitelességéből. A Messzívetek az meg én őket sose láttam. És nagyon szeretem, és nagyon régóta vágyam volt, és nem voltam felkészülve, hogy mit fognak csinálni. És egy nagyon érdekes élmény volt, ugyanis hát nyilván szeretjük ezeket a számokat. Az egy dolog, hogy baromi jól előadják élőben, és az egy dolog, hogy a Messzívetek egy olyan ilyen utazó cirkusz, hogy elhozzák magukkal az összes énekest, akik a lemezen éneklik a dalokat. Tehát ott nem az van, hogy jött velünk két énekes, és amúgy ők nem is azok, hanem csak így hasonló hangkarakter, vagy nem tudom, mint amit egy... Általában tudod, mint amikor mondjuk a Santana régen csinálta ugye azokat Supernatural, meg ezeket a lemezeket, és akkor elment koncertezni, és akkor volt két énekes, egy férfi, meg egy nő, és akkor ők énekelték le a Rob Thomas-t, meg az összes számot. Na, jó, de ez hozzáadom, hogy ott azért ott áligás sztárok, tehát mindenki, aki 99-ben a hip-hopban, a soulban, meg persze. A pop-rockban számított valamit, azt úgy összerántott a millenniumi albumára, tehát hogy... Hogyne. Nem tudott turnéztatni. Persze, és ezt nem is lehet így felróni, csak azt mondom, hogy azért az egy nagyon más élmény, amikor így tényleg tőlük. Igen, azt a hangot hallod, és úgy igen.
ugyanakkor a koncert azon túl, hogy tehát valami elképesztően szólt, vérprofi volt, két dobos, iszonyatosan jó volt minden, de hogy így, tehát olyan szinten volt a közönség lesokkolva a vetítéseknek hála, tehát az, hogy itt nem egy koncertet kaptál, amint te most jól érzed magad, táncolsz, meg kvázi bulizol, hanem hogy itt tényleg így folyamatosan kaptad a háborúkat, folyamatosan kaptad a Gázában készült videókat, a korábbi kelet-európai háborúkat, akkor ilyen nem tudom, amerikai fegyvergyárakból videókat. Szóval tudod, így nagyon-nagyon szembesítve voltunk a világunkkal, meg más vonalon is, nem csak háborúk terén, hanem így az AI, az internet, a média, szóval rengeteg olyan dolog, ami igazából így az emberi gyarlóság, az emberi butulás és egyéb olyan dolgokra világított rá a világunkban, amiben mindannyian tisztában vagyunk, és lehet erre mondani, hogy jó, hát most nem ezért jöttem. Uh-huh. De valójában azt vetted észre, hogy így az embertömeg, most itt szerintem 30 ezer ember így néma csöndben figyeli a majdnem két órás Messzivetek koncertet. Menő látod. Hát egyébként igen. Utolsó nap meg még annyit, hogy ott volt egy Rosie Murphy koncert, PJ Harvey, ő még világosban játszott, nagyon jó szettet játszott, kicsit az új lemezéből, de elővett ilyen punkosabb számokat is. Átmentem egy picit a Pixies-re, belenéztem, meg így pont elkaptam a Where Is My Mind-ot, meg ilyesmi, de meg a Monkey Gone to Heaven-t is. Nagyon jók voltak, viszont mozdulni nem lehetett, mert nagyon sokan voltak, és ez egy ilyen kisebb színpadon volt, és valahogy így elbotorkáltam az Eve's Tomorrow-ra, és ezt már így ki akartam emelni. Imádnád azt a koncertet, nem tudom, hogy képbe vagy-e a csávóval, de így egy koncerten meghalnál. Tehát, hogy így a faszi az félig Prince, félig Marilyn Manson, és így ez az egész színpadi sóra igaz, hogy ilyen őrültek, nem tudod eldönteni, hogy ez most ilyen industrial metal, vagy funky, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Vagy hát én nagyon örülök, hogy eljutottam, és nagyon örülök, hogy nem jutottam rájuk ki a szigeten, amikor ilyen délután még világosban játszottak, mert ehhez kellett a sötétség. És végezetül a fesztivált ezt az LCD Sound System zárta, ami meg tök jó, mert őket se láttam még, illetve ők még soha nem jártak Magyarországon, meg eleve, amikor 2011-ben feloszlottak, és nem is tudom, szerintem pár évet értek vissza. Hát az ilyen szint punk, elektro rocknak van titulálva, de tényleg van ebben minden. Hát ott azt állapítottam meg, hogy szerintem ez volt életem legjobb olyan koncertje, ahol egyébként így a számok nagy részét nem is ismertem. Mert hogy egész egyszerűen annyira lenyűgöző volt a látvány, a hangzás, ahogy játszottak. Talán az egyedül ilyen picit furcsa, de lehet, hogy egész egyszerűen ilyen a faszi az, hogy olyan érzése volt, mint hogyha mondjuk a frontember, a James Murphy az így vagy nem akarna itt lenni, vagy fáradt, vagy eleve, nem tudom, már úgyis feloszlatta a zenekart 10 éve, most már úgy sincs kedve hozzá. Hát, hogy pénzt keresnek. Hát pénzt keresnek, az biztos, de mondjuk érdekes, mert amikor feloszlottak, akkor csináltak egy ilyen filmet, és annak az volt a címe, hogy Shut Up and Play the Singles. És akkor ehhez képest így visszajöttek, és nem játszották el a legnagyobb slágerüket, szóval végül is volt ennyi pongság benne. Érdekes. Ennyi volt? Hát így ennyi volt, ezt most összesűrítettem, mert úgyse tudtál hozzászólni, hogy nem akartam. Valószínűleg így is sok. Mondom, hogy most ezzel a törzs Fiumei úti sírkeretes koncerttel zártam a nyarat, már csak azért is, mert konkrétan az a augusztus 31-re esett. Ja, és az miért fontos? Ja, csak hogy ezzel... Értem. Tudod, kezdődik az iskola. Igen. Valakinek. Valakinek, nem nekünk. Hát azt hiszem, hogy ennyi volt, és hamarosan új adásra jelentkezünk, mert jön az ősz. Egyébként ez egy ilyen jó tapasztalás, hogy
nem csak azért nem csináltunk most mondjuk ilyen komolyabb elemzős adásokat, mert hogy itt nincs kedvünk, vagy stb., hanem mert egyrészt sokat utazunk zenei témában, és rájöttünk, hogy erről sokkal jobb általában informálni esetleg részletekben, vagy pedig utólag a hallgatóságunkat is, és hogy ahogy indul az iskola, számunkra indul egy új tanév, ahol így egyrészt mi is tanulhatunk új dolgokat, ahogy utána nézzünk zenekaroknak, mi is visszaemlékezhetünk dolgokra, és ez az, amikor ti is visszajöttök a bármilyen nyaralásból, és meghallgatjátok a podcastjeinket. Tehát alapvetően nyáron egy kicsit ad hoc dolog ez, és több értelme van annak, hogyha télen, mint kvázi egy évad lenyomjuk őket, úgyhogy hamarosan új adás.